Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Tamásiban, a település külterületeire is elviszik a vezetékes ivóvizet. Egészség világnapja, sokaknak van még mit tenni a jobb életminőség érdekében. Béreljünk vagy vásároljunk nyulat húsvétra, fontos a felelős állattartás. Egyre több az allergiás, asztmás rohamokkal is járhat a betegség. Tamásiban több évtizedes elmaradást pótolnak azzal, hogy kialakítják a városhoz tartozó külterületeken is a hiányzó vezetékes ivóvízhálózatot. Ez a beruházás több mint 500 lakost érintő hálózatfejlesztést jelent. A tavaly ősszel kezdődött munkálatoknak köszönhetően Adorján új telepen már zajlanak a vízbekötések a háztartásokba, míg Kosba Tuskós Újvárhegyen megkezdődhet a közszolgáltatási szerződések megkötése. Az utolsó ütemben Adorján pusztán kezdődnek majd meg a munkálatok. A 21. században nehéz elképzelni egy háztartást vezetékes ivóvíz nélkül. Tamási több területén is fennáll ez a helyzet, ahol a külterületi részeken élők a mindennapi vízellátását saját furtkutakból oldották meg, illetve az önkormányzat lajtoskocsin hordta számukra az ivóvizet. A település a probléma orvoslására Süli Jánostól, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli minisztertől, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől kért segítséget. Paks az nem csak Paksi atomerőmet épít, hanem van egy komoly térségfejlesztési szervezetünk. Mellette még ugye megalakítottuk a kiemelt térségfejlesztési tanácsot is, és ennek keretében akkor a mi forrásokat a költségvetés tud biztosítani enged, hisz mindenért meg kell dolgozni, azzal a településeket is próbáljuk támogatni, ez is ebből a forrásból valósult meg. Tamási sajátos település szerkezetéből adódik, hogy voltak eddig olyan külterületi ingatlanok, ahol az alapvető infrastruktúra, a víz is hiányzott. Ezentúl nem kell majd a közkútra járni a vízért a külterületen élőknek. A beruházás második szakasza is elkészült, tudtuk meg a település alpolgármesterétől. A szakaszos beruházásokról beszélünk, a jelenlegi helyzetben egy nagy szakasz készült el 3 km hosszban a Kosba-Tuskós-Újvárhegy rész, ahol közel 350 érintett lakos van, akik eddig nem rendelkeztek vezetékes ivóvízzel. A 21. században ilyen problémákkal foglalkozni igen szomorú, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a program végeztével, hogy végigmegyünk ezen az ügyön, nem lesz ellátatlan területe a városnak ilyen szempontból, és nyilván egyéb ügyekben, úthálózatfejlesztésben, akár szennyvízhálózat kiépítésben is tovább megyünk. Az Adorján új telep után most a legnagyobb külterületi település részen, Kosba-Tuskós Újvárhegyen is kiépülésre került a vezetékrendszer. Az ott lakók megkapták az értesítést, hogy a szolgáltatóval megköthetik a közszolgáltatási szerződést, ezt követően pedig néhány héten belül minden háztartásba bekötik az ivóvizet. Emellett hamarosan megkezdődhet az Adorján pusztai régi elavult hálózat cseréje, amelynek kivitelezésére már kiírták a közbeszerzést. Ezt követően Öreghenye következik, így nyár végére mindenhol befejeződhetnek a kivitelezési munkálatok Tamásiban. Biztonságban van a magyar energiaellátás, jelentette be Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon közzétett videójában. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a szomszédban zajló háború folyamatos kihívás elé állítja Európát. Hozzátette, a kormány kötelezettsége, hogy biztosítsák a magyar emberek biztonságát. Kifejtette, ennek több aspektusa is van, az egyik az energiaellátás biztonsága. A háború miatt az elmúlt 40 évben használt vasúti szállítás nem lehetséges, így az atomerőmű működéséhez szükséges nukleáris fűtőelemeket most repülőn tudták Magyarországra szállítani. Tegnap délelőtt Pápára megérkezett ez a szállítmány, azt rendkívüli biztonsági intézkedések közepette Paksra szállították, amely most már biztonságban várja a paksi atomerőműben azt, hogy felhasználják. Ezzel a szállítmánnyal gyakorlatilag a következő hosszú időszakra is biztosítottá vált a paksi atomerőmű működése, így Magyarország energiaellátásának biztonságát a következő időszakban is tudjuk garantálni.
újabb mandátumot szerzett a Fidesz a levélszavazatokkal. Szerda estére sikerült összesítenie a Nemzeti Választási Irodának azokat a voksokat, melyek levélben érkeztek azoktól a választópolgároktól, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel. A névjegyzékben 456.129 választópolgár szerepelt, de szerda reggelig csak 316.754 levélszavazat érkezett vissza az MVI-hez. Az eddig feldolgozott eredmények szerint a Fidesznek egyel több 136 mandátuma van, míg az ellenzéki összefogásnak egyel kevesebb 55 mandátum jut. Ez az eredmény még nem végleges, a levélszavazatokat még számolják. Az Egészségügyi Világszervezet minden évben április 7-én ünnepli az Egészség Világnapját, 1948-as megalakulására emlékezve. Ennek kapcsán kérdeztük meg az utca emberét és egy szakértőt, hogy vajon mit tesz az átlagos magyar ember annak érdekében, hogy minél tovább élhessen. A legtöbben tisztában vannak azzal, milyen hatással van az emberi szervezetre a mozgásszegény életmód és az egészségtelen, rendszertelen táplálkozás. Azonban motiváció, idő vagy kitartás hiányában sokan nem tudják tartani az előre eltervezett diétát vagy edzéstervet. Többek szerint az egészség megőrzése érdekében célszerű az egész család számára immunerősítő vitaminokat fogyasztani. Sok mindent teszek, sokféle vitamint, és a gyerekeknek is vásárolok ugyanúgy. A fiatal korosztály tagjai közül legtöbben a gyümölcsökben gazdag étrendet részesítik előnyben, emellett pedig rendszeres testmozgással próbálnak meg odafigyelni egészségükre. Igyekszek a jó étkezésre odafigyelni, szóval, hogy nem eszek túl sok zsíros kaját, meg konditerembe járok, és ez teszi ki a mindennapi sportolásomat. Müller Zsófia, táplálkozási tanácsadó és személyedző úgy fogalmazott, szépen, fokozatosan kell megmászni az embernek az egészséges életmódhoz vezető lépcsőket, egyik pillanatról a másikra lehetetlen tartós eredményt elérni. Azt gondolom, hogy elsőnek az embereknek egyáltalán ki kell alakítani a napi rutinjukba az egészséges életmódot, és utána ezt fent is kell tartani. Rengeteg emberrel dolgozok, és általában ők már akkor keresnek meg engem, amikor valami baj van, valamilyen problémájuk van, úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy a prevenció nagyon fontos. A pozitív hozzáállás, a sok napfény és a rendezett családi kapcsolatok jótékony hatással vannak a szervezetre, ami által nő a koncentráló és a teljesítő képesség. Nagyon fontos az, hogy igenis tegyünk azért, és próbáljuk motiválni a társadalmat, hogy az egészség mennyire fontos, hogy igenis tudatosan, helyesen kell étkezni, fontos mozogni, fontos ügyeni a megfelelő folyadékbevitelre, a pihenés sem hagyhatjuk ki, ugyanis hogyha a szervezetünk nem pihen eleget, akkor egyszerűen ebből az egészséges egyensúlyból könnyen ki tudunk billenni. Fontos, hogy a nem megfelelően végzett gyakorlatok káros hatással is lehetnek a szervezetre, és hosszú távon sérüléshez vezethetnek. Hozzátette, szakemberrel való konzultáció nélkülözhetetlen egy hatékony edzésterv kialakításában. Magyarországra is érkeztek szalmonellával szennyezett Kinder csokoládé termékek. Az Európai Unió több tagállamában jelentettek szalmonella okozta megbetegedéseket, amelyekről bebizonyosodott, hogy a belga Arlon üzemben készült, különféle Kinder csokoládé termékekhez köthetők. A szalmonella okozta fertőzés jellemző tünetei a hasmenés, hányás, magas láz, de enyhébb esetben csak hőemelkedés, levertség tapasztalható, egyéntől függően a fertőzés tünetmentes is maradhat. A Nébik megkezdte az érintett termékek nyomon követési vizsgálatát. A pontos termék adatokról a hivatal honlapján tájékozódhatnak a vásárlók. Húsvét közelettével sok szülő fejében megfordul, hogy meglepje gyermekét egy élő nyullal. Ettől azonban a felelős állattartók óva intik az embereket, ugyanis az ünnep elmúltával ugyanúgy gondoskodni kell a kis kedvencről. Érdemes körülnézni a kisállat kereskedésekben vagy az interneten is, hiszen erre az időszakra kölcsönözni is lehet nyulat, ami még mindig jobb, mint később méltatlanul megszabadulni tőlük. Ebből nem tudunk eleget húsvétra beszerezni szinte.
A kosórú törpenyúl a legkelendőbb házi kedvenc húsvét tájékán. Csenkei Csaba, a kisállatkereskedés tulajdonosa azt mondja, ezt a fajta nyulat húsvét után sem viszik vissza az üzletbe. Ez a négylábú roppant érzékeny és félénk állat, akinek nem csak a húsvéti szezonban kell majd gondját viselni, ezért meggondolt vásárlása buzdítja azokat a szülőket, akik ezzel a kisállattal szeretnének örömet okozni az ünnepre a gyerekeknek. Nagyon sokan vesznek úgy nyuszit húsvétra, hogy utána nem tudnak gondoskodni róla. Most mi abban partnerok vagyunk, hogy azokat visszafogadjuk, azokat a nyuszikat, tehát gondoskodunk róluk, elhelyezésükről, táplálásukról, hosszú távon gondoskodunk. Mint minden kis házi kedvenc, így a nyulak tartásához is felelős viselkedés kell. Sok törődést igényel, nem mindegy, hogy mivel etetjük, és hogy hol lesz a lakhelye. Nagyon félénk állat, nehezen bírja a stressz helyzetet, nem nagyon tűri, ha egy kisgyerek babusgatja vagy húzogatja a füleit. Ezért is fontos, hogy csak azok vásároljanak, akik húsvét után is megfelelően tudnak gondoskodni róla. Most az utóbbi időben már nincs gond. Mikor alatt nagyon sok nyúl fogyott így húsvétre, akkor voltak problémák, illetve hát látni nem láttam, de azért hallottam, hogy kukák mellett meg egyéb helyen találtak nyuszikat futkározni. Az nem jó. Az a jó, hogyha ilyenkor inkább ide visszahozzák. Több helyen van azonban már lehetőség a nyuszik bérlésére is, ezért érdemes interneten, illetve a kisállatkereskedéseknél érdeklődni. Így húsvétkor az öröm is meg lesz a gyerekek számára, az ünnep végével pedig a kis kedvenc is jó helyre kerül vissza. 2568 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.865.607 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.684 főre emelkedett. 1724 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 53 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 39.466-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Több mint 125.000 család igényelte az otthonfelújítási támogatást, és már 205 milliárd forintot is meghaladta az odaítélt hozzájárulások összege, közölte Zsigó Róbert, a miniszterelnökség családokért felelős államtitkára szerdán. A közlemény szerint a nagy igény létszám és a már leszerződött állami támogatások összege is azt bizonyítja, hogy az otthonfelújítási támogatás hatható segítséget nyújt a családoknak, hiszen már csaknem 500 000 ember élhet Magyarországon olyan otthonban, amelyet állami támogatás igénybevételével újított fel a család. Zsigó Róbert hozzátette, azért dolgozunk, hogy Magyarország erős és családbarát ország legyen. A pollen allergia akár fulladásos panaszokat is okozhat, és évről évre egyre többen szenvednek a virágporok okozta tünetektől. A magyar lakosság 25%-a szenved a tavasz beköszöntével az allergiás reakcióktól. A szakemberek szerint kortól, nemtől függetlenül bárkinél jelentkezhetnek a panaszok, amiknek megjelenésekor érdemes orvoshoz fordulni, hogy megfelelő terápiával enyhítsék azokat. Magyarországon a populációnak körülbelül egynegyede, 20-25%-a érintett jelen adataink szerint allergiával. Az áprilissal hivatalosan is beköszöntött az allergia szezon, ami évről évre egyre több embernek okoz bosszúságot. Az urbanizáció, a levegőszennyezettség, illetve a nem megfelelő táplálkozás is hozzájárul a pollen allergia kialakulásához. A gyerekeket és a felnőtteket ugyanúgy érinti, bármikor bárkinél kialakulhat az érzékenység. Fő tünetei a szénanáthának a tüsszögés, orviszketés, szemviszketés, súlyosabb reakció lehet az állandó száraz köhögés vagy az asztmás rohamok. Két ilyen csúcs szezon van a tavasztól őszig szezonban, az egyik a májusi időszak, amikor a fapollenek mellé ugye a főpollenek virágzása is elindul, tehát akkor találkozunk leggyakrabban allergiás egyénekkel. A másik pedig az augusztus-szeptember, amikor ugye a legagresszívebb allergizáló tényező a parlagfűnek van a szezonja. Az allergia diagnosztikája nagyon nehéz kérdés, több orvosi szakterületet is érint, attól függően, hogy milyen tünetek dominálnak éppen. A leggyakoribbak a légzőszervi panaszok, de sok esetben a bőrgyógyászoknak is van dolguk egy-egy allergiás reakció kapcsán.
A bőrön a tüneteket elsősorban a fedetlen testrészeken észleljük. Annyit jelent, hogy arcon, szem körül nagyon gyakori, ez a legérzékenyebb részünk. Sokszor a kötőhártya is könnyezik, begyullad, de van, hogy csak a szem körül látunk bőrpirt, száraz a bőr, hámlik, finoman viszket, nagyon kellemetlen tud lenni. Kiemelten fontos, hogy az allergiás betegek figyeljenek a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Önkívületi állapotban őrjöngő férfi rongált meg autókat, egy motort és egy busz megállót Szekszárdon fényes nappal még 2019 nyarán. A tettét végignéző szemtanúk szerint rémisztő volt, ahogyan viselkedett, nem ismertek hozzá közel menni. A tomboló vandált most ítélte el a bíróság. Ezt a részt csinálta, erre rúgott rá. Megtaposta az egyik autó sárvédőjét, hatalmas horpadást okozva rajta az őrjöngő fiatal, ezt mutatta az egyik szemtanú. Az önkívületi állapotban tomboló 22 éves fiatal mindenféle előzmény nélkül fényes nappal kezdett őrjöngeni a nyílt utcán. Először autókat, egy motort és kukákat rongált meg. A városnak a központja fele haladt, és ott még egy jó pár autót, egy 7-8-at valahogy így elintézett. Az önkívületi állapotban tomboló fiatal az egyik közeli buszmegálló több négyzetméteres üvegét is betörte. A tettét végignéző férfi szerint ijesztő volt a viselkedése. Nem mertem hozzá menni, mert hogy mondjam, féltem tőle. Nagyon nagy ereje volt. Az még fura volt, egy hangot nem adott ki, csak szuszogott. Egy másik szemtanú szintén azt mondja, hogy rémisztő volt, ahogy az őrjöngő fiatal viselkedett. A férfi, ahogy meghallotta, hogy darabokra törik a buszmegálló üvege, azonnal hívta a rendőröket. Hallottam az üvegcsörömpölést, aztán ez még nem is volt annyira feltűnő, mert ugye szelektív kukáink is vannak, gondoltam valaki az üvegeket dobálja ki, vagy hasonló. Aztán, amikor már hallottam a buszmegálló üvegét, törte benne, ott már hívtam a rendőrséget. Pár percen belül én voltam a negyedik bejelentő. A tomboló férfi ügyében most született ítélet, a bíró közel 1,5 millió forintnyi kár megfizetésére kötelezte, de nem ez a legrosszabb, ami rávár, amiért fényes nappal tört zúzott Szekszárdon. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és a közügyek gyakorlásától 2 évi eltiltásra ítélte. A férfinak több bűncselekmény, többek között testi sértés miatt is felelnie kellett, miután ugyanis a kórházban ellátták, kifele menet egy karóval rátámadt a biztonsági őrökre. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Akár májusig is kint maradhatnak a választási plakátok, szombaton érkeznek a zöld borítékos szavazatok. Csak saját felelősségre fogyasztható, veszélyes lehet a természetes forrásvíz. Gyűjtik a használt telefonokat, a gorillák életterét védik az újrahasznosítással. Még van néhány hetük a jelölő szervezeteknek, hogy beszedjék a közterületekről a választási plakátokat. A szabályozás szerint a választás napjától számítva 30 nap áll erre rendelkezésükre. Szombaton újra szavazatokat számlálnak országszerte, így Pécsen is. Akkor érkeznek a zöld borítékos voksok, amik még változtatnak a választási eredményeken. Politikai plakátok a pécsi közterületeken. Ezeket nem szedte még be senki az utcákról. A város jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, a szabályozás szerint még erre van idő. A szavazás napját követő 30. napig el kell távolítani a kihelyezőnek, vagy akinek az érdekében a kihelyezés állt. Ennek elmaradása esetén pedig a költséget viselnie köteles. Az önkormányzat esetében, vagy az önkormányzati feladatellátás nyelvére ezt úgy lehet lefordítani, hogy amennyiben plakátok 30 napon túl is kinmaradnak, akkor a közterület kezelője jogosult ezt az érintett jelöltnek a költségére, terhére maga eltávolítani. A választási munka nem ért véget még Pécsen sem, tudtuk meg Lovász Istvántól. Szombaton még munkavár a szavazatszámlálókra. Akkor érkeznek a zöld borítékok. Az átjelentkezéssel szavazó, tehát a választás napján nem Pécset tartózkodó, de pécsi lakcímmel rendelkező polgárok, továbbá a külképviseleten a szavazati jogukat gyakorló választópolgároknak a szavazatai találhatóak. Ezen borítékoknak a leérkezését követően az erre kijelölt szavazatszedő bizottság megszámolja, majd ennek nyomán az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választás eredményét határozatba foglalja. Mintegy 4500 boríték érkezik nagyságrendileg. Mind Baranya 1-es, mind Baranya 2-es választókerületében lesznek olyan szavazatok, amiket majd szombaton adnak hozzá a többihez.
A tavasz és a jó idő beköszöntével egyre többen kirándulnak, túráznak a mecsekben. Ezért különösen fontos, hogy a természetjárók tisztában legyenek vele. A forrásvizek folyamatosan változó minőségük miatt kizárólag saját felelősségre fogyaszthatók. A Baranyai tiszti főorvos stábunknak elmondta, súlyos esetekben fulladáshoz, halálhoz is vezethet a szennyezett víz fogyasztása, mely főként a várandós nőket és a csecsemőket veszélyezteti. Nem ivóvíz, olvasható ezen a betonlapon, amely alatt forrásvíz csobog a mecsekben. A jó idő beköszöntével egyre többen kirándulnak a természetben, ezért is fontos, hogy a túrázók tisztában legyenek az ilyen vizek fogyaszthatóságával. A Baranya megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ugyan évente egyszer végez méréseket az ilyen kutaknál, ám ezek az értékek csak egy pillanatnyi állapotot mutatnak, hívta fel a figyelmet a megyei tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika elmondta, hogy kémiai és biológiai vizsgálatokat is végeznek a szakemberek a vízminőség ellenőrzése érdekében. Kiemelte, hogy az ilyen vizek nitrit tartalma különösen is veszélyes lehet. Állapotos nőknek, illetve csecsemőknek olyan problémát okozhat, hogy a hemoglobinnak, ugye a vérbe az oxigén szállító molekulának az oxigénkötő képességét rontja, és akár súlyos esetben halálhoz, fulladáshoz is vezethet az ilyen magas nitrattartalmú ivóvíznek a fogyasztása. A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen forrásvizekből mindenki csak saját felelősségre fogyasszon, hiszen ezekben a kutakban akár természetes tartalomként, akár az emberi tevékenység következtében előfordulhatnak egészségre ártalmas olyan anyagok, kórokozók, melyek forralással sem távolíthatók el a vízből. A mecsek ugye egy karsztos terület. Ezenek a karsztos területeknek az a jellemzője, hogyha van egy nagy esőzés, és bemossa a különböző szennyeződéseket az esővíz a karsztos területen keresztül a forrásvízbe, az gyakorlatilag mindenféle szűrési lehetőség nélkül oda bezúdul. Pillanatok alatt elszennyeződnek ezek a kutak. A népegészségügyi főosztály szakemberei jelenleg is végzik a méréseket. A mecsekben 31 forrásvizét mintázzák. A tavalyi sikeres akció után idén is meghirdették az egyetemen a Passzold Vissza Tesó elnevezésű programot. Ebben a használt mobilokat gyűjtik be, hogy újra hasznosítsák belőlük azokat a ritka földfémeket, amik kellenek a működésükhöz. Az egyik ilyen nyersanyagot Afrikában bányásszák, a csimpánzok, gorillák élőhelyén. Az újrahasznosítással a bányászat mértékét akarják csökkenteni. Régi mobiltelefonokat hoztak ezek a lányok a Pécsi Egyetemre. Itt a Szántó Kovács utcai épületben lehet ezektől megszabadulni úgy, hogy közben a környezetet, az élővilágot is védik az emberek. Szerintem fontos, hogy az, amit a földből kinyerünk, ezt vissza is juttassuk a lehető legtermészetesebb módon. Ezért is jó ez a program, amiben most részt vehetünk. Ez a program pedig a Passzold Vissza Tesó elnevezést viseli. 5 évvel ezelőtt a Jane Goodall Intézet, a Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdette meg ezt a gyűjtőakciót, amelyhez a Pécsi Zöld Egyetem is csatlakozott 2019-ben. Az afrikai főemlősök élőhelyét védik ezzel. Azáltal védjük a kongói főemlősök élőhelyét, hogy a mobiltelefonban találhatok olyan fémek, mint például a koltán, amit ott bányásznak. És azáltal, hogy ezeket a telefonokat visszagyűjtjük, újrahasznosításra kerülnek, ezért az élőhelyükön kevesebb erdő fog, vagy több erdő fog igazából megmentésre kerülni, és ezáltal nyilván a gorillák is megtarthatják a kis élőhelyüket. A használt telefonokból kinyert fém és annak újrahasznosítása csökkenti az afrikai területen végzett bányászatot. A programhoz bárki csatlakozhat. 25, most jelenleg 25 gyűjtőponton lehet leadni a mobilokat. Mindenkit arra kérünk, hogy otthon nézzen körül. Ha lapul a fiókban olyan mobil, ami nem használnak, nem szükséges, akkor a zöldegyetem.ptl.hu honlapon megtalálhatók a gyűjtőpontok. Vannak nyílt gyűjtőpontok is, ahova bárki bedobhatja a nem használaton kívüli mobiltelefonját. A Passzold Vissza Tesó program május 22-éig tart. Tavaly 3000 telefon gyűjtöttek vissza, ez 340,5 kg használt eszközt jelentett. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Fejlesztések Tamásiban a település külterületeire is elviszik a vezetékes ivóvizet.
Egészség világnapja, sokaknak van még mit tenni a jobb életminőség érdekében. Béreljünk vagy vásároljunk nyulat húsvétra, fontos a felelős állattartás. Egyre több az allergiás, asztmás rohamokkal is járhat a betegség. Pénteken borongós idő lesz, szorványosan kisebb esőkkel, napközben gyenge mérsékelt légmozgás valószínű, majd délutántól estétől megerősödik a déli délnyugati szél. Lehűl a levegő, éjszaka egyre több felé kell számítani esőre. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!